Folytatódik a teszt a következő videóval, amiben tulajdonképpen még magam sem tudom, hogy mit fogok bemutatni. De legyen ez például az Office program, amiből a light verziót kapjuk meg gyárilag. Ez az annyit jelent, hogy nem szerkeszthetjük a dokumentumokat, csak megtekinthetjük vele. Aki szerkeszteni szeretne, az majd a Pro verziót letölti. Az Office Suite ügyesen megkerült a fizetős marketet, ugyanis a saját oldalokról is meg lehet vásárolni és letölteni a programot. Rendben, sokan mondtátok, hogy hú, hát a Sony Ericsson el van maradva a kijelzőben, ugyanis még a HTC és a Samsung telefonok nem kettő ujjat érzékelnek, addig a Sony Ericssonok, a legújabbak is csak kettő ujjat fognak. Én már mondtam akkor is sok mindenkinek, hogy ez nem így lesz, ugyanis a Sony Ericsson is ugyanúgy 3-4 ujjat legalább érzékelni fog, mint a legújabb koreai vagy egyéb országokból származó magukat prémium kategóriának nevező készülékek. Hogy lássátok, hogy igazam volt, íme. Aki egy tesztelő programnak nem hisz, annak itt a másik, mondjuk ő egyből megjeleníti, de hogy lássátok, itt is bemutatom. Tehát igenis, hogy érzékeli a négy ujjat, ahogy azt mondtam is. Az óra. Tulajdonképpen innen is elérhetjük az ébresztőóra funkciót, valamint a ébresztőóra menüpontból is. Itt időjárás adatokat is megjelenít ébresztésnél. Most éppen még nem tölti be. Az ébresztés menüpontban a felület túl sokat nem változott, talán kicsit szebb, színesebb lett. Azonban a beállítások menüpont alatt végig állíthatjuk a szundi időtartamát is. Tehát tulajdonképpen megkapjuk azt a elvárt tudású ébresztőt, amit szerettünk volna megkapni, tegyük fel a Minik esetében is. Itt már nem kell ehhez külön ébresztő programot letölteni, akiknek esetleg ez nagyon hiányzott. A másik két menüpont az a zenetárba, a kezdőképernyőre, valamint a képnézegetőbe dob minket. Én most visszatérek a főképernyőre. Nézzük meg az e-mail szolgáltatást. Én ide a Hotmailemet állítottam be, hisz a Gmailemnek külön gmailese van, külön kliense van. Azt nem kell bemutatnom senkinek, hisz mindenki ismeri a marketről letölthető, immár magyar nyelvet támogató verzió. Itt természetesen szintén magyar nyelvi e-mail klienst kaptunk, ami már jóval többet tud, mint az a Miniben és az X8, Minikben és az X8-ban történt. Fiók beállításoknál szinte ugyanannyit dolgot, ha még nem többet állíthatunk, mint a Gmail esetén. Ugyanúgy pipálhatunk, törölhetünk egyszerre többet. Levélírásnál ugyanúgy csatolhatunk fájlokat, melléklet hozzáadása címszó alatt. Valamint aláírásról beteszi ezt a kis szövegecskét, akinek ez nem kell, természetesen ezt kitörölheti. A betűk közötti navigálás egy kicsit változott, talán kényelmesebb lett. Megjelenik egy ilyen kis kék ikonocska, amivel egész finom módon betűről betűre tudjuk a kurzort mozgatni. Természetesen elfordulni is elfordul. Ilyenkor egy egész tekintélyes gombmérete rendelkező virtuális billentyűzetet kapunk. Hosszan érintésre természetesen ékezetes billentyűzet
betűket is írhatunk. Nem mondom azt, mint Gyurcsány mondta, vagy Meggyes, hogy nehéz szó, csupán egy nyelvbotlás volt. Tehát mit szeretnék még bemutatni nektek? A riasztásuk menüpont, amit mondtam, ugyanide fog minket dobni. Van Track ID, szokásos Sony Ericssontól ismert zenefelismerő szoftver, ami jól teszi a dolgát. Ja igen, a zenelejátszó. A felület ismerős lehet, igenis majdnem ugyanaz, mint az X10 esetében. Azonban állíthatunk immár a jobb gomb lenyomás után hangszínszabályzást is. Rengeteg előre kalibrált hangszínünk van, saját hangszínt azonban nem hozhatunk létre. Maga a készülék egyébként kis hangszóron közepes minőségben szólal meg, hangos, de a basszus sajnos nem olyan erős, mint ahogy ez a miniben volt. Természetesen ez nem biztos, hogy sok ember zavarni fog. Tehát végre a zenejátszóban is kaptunk hangszín szabályzót, amit szintén rengetegen hiányoltak az eddigi Xperiákból. Talán jogosan is, hiszen nem szeretnénk mindenhez külön programot letölteni, attól függetlenül, hogy minden van az Android Marketen. Támogatásnál felhasználói útmutatókat, videóútmutatókat és e-mailes támogatást is kérhetünk a Sony Ericssontól. Tulajdonképpen itt, akinek problémája van a telefon, problémája van a telefonnal, azok könnyen el fognak igazodni. Amit még be akartam nektek mutatni, az a böngésző. Mindjárt meg is keressük. Ők elmét. Nem mondom, hogy olyan gyors, mint az Opera Mini, de azért bőven használható. Teljes flash támogatás is van benne, tehát megjeleníti végre a flash tartalmakat is. Szolgáltatós verziókon természetesen majd a szolgáltatók honlapja lesz a kezdő honlap. Függetlenekem pedig a Sony Ericsson, avagy a Google honlapja, melyiken mit állítottak be. A flash-sel egyébként egész jól elboldogul a készülék. Nem fogja be a szoftvert. Íme egy flash tartalom, amint alul is láthatjátok, kell hozzá a flash. Ez az Országos Meteorológiai Szolgálat radarképe egyébként, ami az aktuális csapadékgócok mozgását mutatja be az országban. Természetesen a böngészőben, a képnézegetőben és minden helyen szinte kivétel nélkül működik a multitouch. Tehát így a két ujjas zoomolási technika is. Itt most, mivel közben tölti be nekem a videót, mozog a kép, de még így is kiválóan rá tudtam zoomolni. Ez egy elég nagy fájl, így kicsit lassabban tölti le, de egyébként a hálózat sebességével, amennyiben azt a szolgáltató aktuális lefedettsége is lehetővé teszi, piszok gyors az internet elérés. Felfelé azt hiszem, hogy 7,24, fölfelé pedig 5,76 megabit per szekundummal hasít az internet. Köszönöm a figyelmet!